Pénteken és szombaton ismét Szombathelyre figyeltek az erős sportok kedvelői, hiszen a Vasi vármegyeszékhely adott otthont a sportág egyik legnívósabb versenyének. Gadó András, mikor megalakította ezt az egyesületet, akkor azt hiszem nagy léptékben gondolkodott. És ennek a nagy gondolkodásnak az egyik eredménye az, hogy Szombathelyre került az erős ember Európa bajnokság, méghozzá az U-105 kg-ban. És Andrásnak szurkolatunk, mellette még két magyar versenyző is van. Európából a legerősebb emberek érkeztek ide Szombathelyre. A 20 versenyzőt foglalkoztató kontinens viadalnak nagy reményekkel vágott neki a hazai közönség támogatását is élvező, korábbi többszörös országos bajnok Gadó András. Az első három versenyszámot követően a harmadik helyen állt a szombathelyi erős ember, akinek meggyűlt a baja az időjárással. A mai napot harmadik helyről kezdhetem, talpa kamióhúzásnál az első szánapon nálam esett le az eső, ez csúszósá tette a talajra, nem foglalkoztunk vele, ezeket a feltételeket kell fogadni. Ott egy kicsivel jobb tudott volna lenni az eredmény, ha nem. Tehát röngnyomásnál három sikeres gyakorlatom volt, végén pedig az autófelhúzásnál szintén a holtversenyben harmadik helyre tudtam jönni ezzel. Az egész nap is harmadik helyről vártam, úgymond a másik nap folytatását. A korainak számító májusi időpont dacára valamennyi versenyző alaposan felkészült. Valamennyi versenyszámban csupán néhány másodperc vagy ismétlés szám döntött. Gadó András hordótartásban és lengős súlycipelésben is őrizte dobogós helyezését, végül nagy csatában csúszott le az éremről és végzett a negyedik helyen. Az első a lengyel Marczewski lett, megelőzve cseh és finn riválisát.